A leténye önkormányzata ismét, ismét rekordmennyiségű tűzifát nyert a belügyminisztériumtól, amely pénzösszeg tekintetében 6,7 millió forintot jelent, amely 355 erdei köbméter kemény lombos tüzelőanyag vásárlására ad lehetőséget. Ugye itt el kell mondani azt, hogy nem minden önkormányzat vásárol tűzifát, hiszen a pályázat az a lehetőséget ad arra is, hogy a szenet, illetve más tüzelőanyagot szerezzen be, de város úgy döntött, hogy kemény lombos tűzifát kíván beszerezni, és mint ahogy említettem, 355 erdei köbmétert. Ez a tavalyi pályázathoz képest egy köbméterrel több, tehát tavaly 354 erdei köbmétert kaptunk. Uh, ahhoz, hogy az állampolgárok, illetve a letenyén élők, lakcimer rendelkezők be tudják nyújtani a kérelmet, szükséges volt egy önkormányzati rendelet megalkotása. Ez egy nagyon egyszerű rendelet uh, a rendelet alkotás amely tartalmazza a főbb szabályokat mégpedig azt, hogy letenyei lakcímmel kell rendelkezni, háztartásunként legfeljebb 5 köbméter tűzifa osztható ki, és tartalmazza a rászorulóknak a körét is, hiszen itt el kell mondani, hogy a rendeletünk az a rászorultságot illetően, illetve az egyfőre jutó jövedelmet illetően kettő részre bontható. Az egyik az az egyedülélő esetében, ahol nem beszélhetünk családról, ott a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 480 5 százaléka, amely forintosítva 138.235 forintot jelent. Tehát akinek a jövedelme, vagy az, a, az, az összeg, amely havonta érkezik a számlájára, nem haladja meg az előbb említett összeget, ő rászorulónak számít, ha egyedül élő, és benyújthatja a támogatási igényét. A másik pedig a családosok. Családosok esetében pedig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb mértékének a három 185 uh, százaléka, amely forintálisan 109.725 forintot jelent. Tehát itt is elmondható az, hogy ha az egyfőre jutó jövedelem a családban alacsonyabb, mint 109.725 forint, akkor jogosultá válik a kérelemben nyújtására. Vizsgáljuk azt is, uh, környezettanulmány esetében, hogy hány helyiséget fűtenek ö, fával. Tehát előfordulhat az a családok esetében, hogy ö, csak fával fűtenek, de előfordul itt letenyén, hiszen a vezetékes ö, hálózati gáz ö, ki van építve, hogy vegyesen fűtenek, tehát használják a gázt is, és használják mondjuk néhány helyiségben a fával fűtés lehetőségét, ezt is megvizsgáljuk, bár ez nem kizáró arra vonatkozóan, hogy a kérelmüket ö, benyújthassák. Ö, a kérelmek benyújtására elég ö, széles spektrumú időpontot ö, ö, adtunk meg, tehát október 27-től egészen november 12-ig lehet a kérelmeket benyújtani, és úgy gondoltuk, mivel ö, ugye tart még a veszélyhelyzet, és ö, azért ö, emelkednek a letenyén a koronavírussal fertőzött személyek száma, hogy egy kihelyezett ügyfélfogadást tartunk, ahol ö, kérelmeket bizonyos ö, napokon, bizonyos időpontokban ö, be lehet nyújtani október 27-től, ez pedig a Fákja Művelődési Ház úgymond turisztikai irodája, a kolléganők ott fogadják a kérelmet benyújtó letenyeieket, és ők mindenben segítenek, tehát ott lehetőség van arra, hogy fénymásoljanak az ügyeiket elintézzék ezekkel a kérelmekkel, illetve a programmal kapcsolatban. Majd ezt követően november 12-én, hogyha lezárul a kérelmek benyújtásának a lehetősége, akkor a rendeletünk szerint november 30 ig a képviselőtestület átruházta a Humán és Ügyrendi Bizottságnak azt a nemes feladatot, hogy a bírálatot megtegye, ami azt jelenti, hogy a Humán és Ügyrendi Bizottság fog dönteni a szociális tűzifa kérelmek irányában, és ezt követően mind az elutasító, mind pedig a támogató meg fogják kapni az érintettek, és úgy terveztük, hogy egy gesztusként még ez évben karácsony előtt, tehát december második hetében megpróbálkozunk azzal, hogy kiszállítjuk a tűzifát, hiszen elég nagy mennyiségről beszélünk, ugye 355 erdei köbméter az Tulajdonképpen nem kis mennyiség. Ennek a logisztikai, szállítási, szállítmányozási feladatait a Városfejlesztési és Gazdasági Bizottságunk külső tagja, Tamás Tamás végzi évek óta, aki ebben az évben is vállalta ezt a feladatot. Ő az erdészetnél dolgozik, és nyilván Tűzifát a Zala Erdő zrt értétől vásároltuk 355 erdei köbméter. Mennyiségben, és ezt követően ugye kiszállításra kerülnek a, a úgymond a megítélt mennyiségek a lakásokhoz. Itt tudni kell azt, hogy az ingatlanok elé fogjuk a tűzifát letenni, és ott már az ingatlanok tulajdonosainak a feladata az, hogy 72 órán belül a közterületi rendelet szerint ugye feldolgozzák a fát, és beszállítsák úgymond az udvarukba, tehát közterületen 72 órát meghaladóan nem maradhat ki ez a tűzifa. Nyilván aki rászoruló, az azonnal neki fog állni, és meg fogja tenni ezt a feladatot.